Na szevasztok srácok, én Kis vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban StumbleGuys-ozni fogok, és a nyertesnek a skinjét meg fogom építeni a Minecraftba. Szóval így most összevonjuk a tartalmakat, úgyis régen volt Minecraft, szóval StumbleGuys és Minecraft, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire fog tetszeni nektek, hogyha tetszik és szeretnétek hasonló ilyen StumbleGuys-os és Minecraft-os videókat, akkor mindenképpen csapassatok egy lájkot, ugyanis mondjuk 4000 lájk után jön a következő ilyen Minecraft-os StumbleGuys-os dolog, szóval ja! Na de, igazából vágjunk is, belemenjünk első meccset. Itt is vagyok, és szerintem mehetünk is így a jó kis tryhard skinünkkel egy teljesen alap, nem tudom igazából ilyen online gémet, mehetünk majd esetleg legendary blockdash-t is, aztán lehet, hogy a saját skinünket kell megépítenünk, amit nem bánnék, ha már úgyis tényleg ez a jó kis tryhard skin, ugye megvan kártyával is, tényleg nem tudom, jó, azt már ezerszer megmutattam ezt a kártyát, de nagyon menő, nekem nagyon tetszik. Illetve ha már itt tartok, akkor várjátok, ezt is megmutatom, hogy ne legyek igazságtalan. Valaki pedig csinált nekem ilyen kises karkötőt. Várjatok, nem tudom mennyire látszik, mindegy, rá van írva, hogy kis. Ez is nagyon menő, és kösz szépen neked is. Egy szuper slide-dal kezdünk, ezzel nem kéne, hogy probléma legyen. Annyi a lényeg, hogy legalább azért a döntőbe jussunk be, hogy ne kelljen így túl sokat azért spektételni, mondjuk majd hogy ki a nyertes. Így itt megfogjuk, bam, hoppá, ez így tökéletes. És majd, hogy nem elsőként megyünk tovább, nézzük, ő tud trükköket? Nem tud ő trükköket. Mi viszont nagyon nyomjuk neki, viszont még így se előz, vagy így se tudjuk leelőzni. Na majd itt. Itt van ugye ez a nagyon menő trükkünk, amit nem is tudom, hogy ezt hogyan fedeztem fel. Ezt szerintem random egyszer beadtam, és igazából azóta ezt én így trükknek hívom, mert hát végül is trükk is, működik is. Csak nem sokan ismerik, hoppá. Jó, így, né, itt pedig tökéletesen átmegyünk ki, és várjatok, meg is fordulunk. Így, né, és befele. Igazából befordulunk és bementünk, szóval ja, már el is indul a timeout, nem tudom mi van vele, timeout van, ez egy szuper slide-on, és még nem is láttam. Na mindegy srácok, hát igazából haladunk tovább. Bot bash, hát ez egy ilyen, hogy mondjam, elődöntőnek szerintem tökéletes, ebbe úgyis tovább fogunk jutni. Bot bash-be én szerintem elég jó vagyok, míg a izébe, a nem érhetsz piroshoz kívásba is valahogy sikerült a bot bash megcsinálni, úgyhogy igazából ott úgy kellett megcsinálnom, hogy egy katicához se érhetek hozzá, ami piros, és a végén ugye az összes piros kb. Már, szóval ja, azért az durva volt. Annyi a titka igazából, hogy nektek is így segítsek egy picit, hogy megfogod és benyomod a tauntot. És így bármilyen katica lök el, vagy esetleg ez a narancssárga cucc, tehát figyeljétek, ebbe belemegyek tauntozva, és akkor is így megmaradok. Szóval ja, csak vigyázni kell arra, hogy egy idő után ugye lejár a taunt, és kell ugye újra benyomni. De hát konkrétan így nem tudom, így a végtelenségig el lehetsz, tehát így egy helybe kell így megfogod, maradsz. Így nincs, csak nyomom be a tauntot, nem is kell igazából semmi más csinálnom. Csak folyamatosan tauntozok. Tehát itt mondjuk, amikor egy kicsit már kiebb lökött, akkor vissza kell menni, de meg is nyertük. És hát qualifyoltunk, mehet a döntő. Hát ha a saját skinünket kell megépíteni. A döntő pedig Laser Tracer, szóval valószínűleg ezt megnyertem, mert ebben én nagyon jó vagyok. Ha csak nincs itt valami nagyon tryhard, és ahogy látom a nevekből, nem igazán van itt semmilyen tryhard. Hoppá! Sajnálom banánka, de itt úgyis le lesz ütve, és hát nem csak a banánka, hanem az összes többi is. Hopp. Így, né, például, mint ez a sárkány. Sajnálom, srácok, lehet, hogy ilyen toxik játékosnak látszok, de... Hát most, na, itt a nyerés a lényeg, és én a mézes kalácsot akarom megépíteni. Szóval mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy én győzzek. És, ja, hogyha én meg akarok tenni mindent, hogy én győzzek, akkor bizony én is fogok a végén győzni. Hopp. Hopp. Ne! Jó, oké, ennyi. Bocsi srácok, hogyha nem beszélek itt sokat, nem tudom felfogni, vagy hát, hogy mondjam, nem nézem, hogy mennyi ideig nem beszélek, hanem próbálok koncentrálni, hogy nyerjek. Mostában nagyon sokat elakadom úgy a nyelvem. Zavar. Zavar, zavar. Hopp, nem megy, nem megy. Jó, oké, egy már. Így is meghalt, pingvin. Popá, íni. Hát ebbe valószínűleg már így is úgy is meg fog halni. Tarám. Én már hagyom őket lehet. Kíváncsi vagyok, hogy meddig viszik el. Hogyha meg tudják nyerni, akkor tudod mit, akkor nyerjék meg. De nem valószínű, hogy meg tudják nyerni. Ellenem azért mégiscsak kis PGT Pro. Mégiscsak itt van velem Isten, Jézus Krisztus a legnagyobb. Szóval ja, hashtag AmenSpam mehet is a chatre, srácok. Aki egyetért azzal, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb. Á, nem fogom leütni. Tényleg kíváncsi vagyok, meddig tudja elvinni. És hát nagyon durván amúgy, tehát tényleg ez nagyon közel volt, de a lényeg az, hogy megnyertem, szóval próbáljuk meg megépíteni a Minecraftba ezt a mézes kalács skint.
Na srácok, itt is vagyunk, és mögöttem itt van Orbit, ugye ezt nem én építettem, hanem ezt egy ilyen pixel art generátorral csináltam, de szerintem nagyon menő. És akkor most pedig indulhat igazából a mézes kalács építő verseny kihívás, vagyis hát nem verseny, de ja. Annyi a lényeg, hogy szerintem az alapja az mindenképpen a tölgyfának kellene lennie, ha már ez így tényleg így nem tudom, annyira hasonlít talán ez a, hogy mondjam, színe. Így a mézes kalácsnak az alap színjére. Szóval így kellene valahogy csinálni, és akkor mondjuk itt már elkezdhet behajolni a lába. Az a baj, nem akarom olyan nagyon brutál nagyra megcsinálni. Szóval így mondjuk itt akkor megint arrébb mehet egyet, és mondjuk itt menjen arrébb még egyet, és akkor mondjuk itt már akár találkozhat is. Szóval bam, 1, 2, 3, 4... És akkor innentől meg, jó, számoljuk visszafele. Igen, próbálom ilyen tényleg nagyon szimmetrikusra megcsinálni, hogy ne nézzen ki hülyén. Viszket az orrom. Jó kis allergy, vagyis hát nem allergia szerintem, hanem inkább ilyen megfázásos, de most az mindegy. Így, ez így szerintem a lábainak már tökéletes. Amúgy hagyjam, ez tényleg nagyon jól néz ki. Majd a mézes, mázas cuccot majd úgyis mindjárt rárakom, szóval nem kell aggódni, srácok. Az is meg lesz. Ez legyen így akkor a teste. Így ezt nem tudom, rakhatjuk így igazából tényleg ilyen jó nagyra. Úgyis kell majd még itt neki kéz, meg fej, meg mindenféle még. De ez menőn fog kinézni. Ezt lehet még így sokat is fogom használni. Mit tudom én, a Danis videókban a házamhoz berakom, vagy valami. Nem tudom, lehet tényleg fogok valami ilyesmit csinálni. Így, és akkor mondjuk innen indulhat a feje. Kettő blokkból így ki. Aztán ugye akkor már négy blokkra kiterjed. Aztán pedig már egy teljes ekkorára, mint a teste. Itt mehet felfele, és innentől megint csak szerintem csökkenjen lefele. Mindjárt mutatom, hogy mire gondolok, csak valamiért most nagyon hülyén mozog így az egerem. De ez így szerintem menő lesz, majd srácok kommentbe lehet leírni, hogy szerintetek mennyire lett menő. Hú, egyáltalán lejjebb kéne ezt az egészet hozni. Na várjatok, csak így, ezt így kiszedjük. Tarám. Így egy fokkal jobb, aha. És akkor most a kezét megcsinálni. Szóval srácok, mindenképpen írjátok le kérlek, hogy milyen lett ez a mézes kalácsos skin. Szerintem amúgy menő lett. Aztán majd még úgy sírjátok, ugye, hogy akkor most tényleg mit gondoltok róla. Valóban kíváncsi vagyok rá. Azért mégiscsak ti vagytok a nézők. Mit gondoltok az én építészetemről, az én művészetemről? Ajaj, ez már túl lentre megy. Így, valahogy... Tarám. Aha. Az alapja az megvan most már, királyság. Jó, oké, szemnek. Szerintem valami tényleg, mit tudom én, mondjuk Black terrakotta, ez tökéletes. Így, itt legyen a kettő nagy szeme. Ez így tökéletesen néz ki, hoppá. Kell neki valami ilyen aha. Mondjuk quartz slab, így az ilyen szemöldöknek, vagy mi a szar ez. Az így mehet, és legyen egy ilyen egyenes is. Aha, ez amúgy kezd alakulni, és egy ilyen piros mosoly kell még. Hát az a baj, ezt tényleg csak így tudom megcsinálni, hülyén néz ki, de amúgy felismerhető szerintem, egész oké, és egész oké, és eddig. Kell még neki kettő ugye ilyen gomb. Ne, csak a gombokat, ne, gumicukorból vannak. Ahogy ugye ismerhetjük a Shrekből, vagy miben volt már ez benne, én sem emlékszek. Kell akkor fehér, az mondjuk hó, legyen hó. Így igazából, nem tudom, ilyen hullámszerűen kell csak rárakni ide a kezére, mert úgyis ott volt. Tarám, meg a lábára is jó lenne, ide lehet azért egy fokkal jobbat, hogy jobban látszódjon a hullám. Tarám. Jó, és mi kell még neki? Kell még neki egy csál, és igazából azon kívül már készen van. Ahhoz pedig így ez a kettő szín fog kelleni. És hát, nem tudom, akkor az így mehet is. Tarám, várjatok. Viszont akkor a száját azt meg kéne egy másik pirosból csinálni, hogy ne legyen összekeverhető. Mondjuk így. És akkor itt meg közben indulhat már a sálazás. Vagy várjatok, így. És akkor legyen ilyen, nem tudom, tényleg nagyon szépecske. Itt hátul is mehet akár, nehogy már ott hátul ne legyen buli. Tarám. Így, és akkor ott így visszaköti. Tökéletes, és még itt valahol le kéne lógnia. Aha. Itt igazából ennyit kell csinálni. De tovább lóg le az. Mondjuk akkor így.
Ez így szerintem tökéletes, srácok, bevágok, úgyis ott van valahol a kép, úgyhogy folyamatosan lássátok, hogy milyen. Szerintem ez menő lett. Igazából még egy meccset szerintem menjünk, aztán meg leszünk, mert nem akarok azért 25 perces videót, mint az előbbi volt. A következő pedig, ahogy láthatjátok, egy Legendary Block Dash tournament lesz, szóval ebbe fogunk menni, ugye 3 körös ez az egész, és a végén valaki nyerni fog, remélhetőleg én. Kíváncsi leszek, aztán akkor a nyertest ugye megépítjük. Na itt is vagyunk, srácok, most már betöltött. Tarám! Hát nem tudom, igazából tényleg meg kell nyerni az egészet, aztán szevasz. Remélhetőleg jó lesz. Aj, nem, megint villámoznak. És miért van ennyi villámos? Tehát most mi történt? Megint így nem tudom, volt valami villámos offer? Vagy mi történt? Adtak ilyen ingyen csillagokat a Battle Pass-be? Mert komolyan mondom, most mindenki elkezdte ezeket a villámozásokat, aztán nagyon irritáló. Tehát meg fogom keresni, kik villámoznak, aztán kiütöm őket szépen egyesével. Na, ki villámozik? Gyerünk, nyomjátok, nyomjátok ezerrel, én várlak benneteket. Az baj, nem tudok egyszer ennyi embert figyelni. Na jó, van, most már nem is érdekelt, tehát tényleg 20 felől villámoznak. Akkor villámozzatok, ameddig engem nem befolyásol, addig nem érdekel különösebben. Tarám. Nem már. Tényleg össze-vissza villámoznak, ettől annyiszor kiestem már, aztán nincsen kedvem itt várni 20 évet, hogyha esetleg mondjuk mi a szar. Be se dobtad. Nem működik a tauntom. Oké, ezt jó tudni. Jó tudni, hogy nem működik a tauntom, azért az nem egy rossz dolog. Csoda, hogy egyáltalán ezt a tüskét valahogy most így túléltem. Aj, csak akkor más tüskés ne jöjjön, hanem hamarabb halljanak meg. Ja, de meg ez TNT-snél se jó. Akkor valami ugrálósok jöjjenek, mert abba is azért nagyba ki tudnak esni az emberek. De jó vagy, köszi szépen. Jó, oké, ezt nem tudom hogyan csináltam, de beugrottam, és ezzel szerintem tovább is megyek, és hát most már nem lesz bugos a taunt. Na itt is vagyunk a round 2-ben. Kíváncsi vagyok, hogy meg nem tudom. Az a baj, most nézem, hogy milyen skinek vannak, de nem sokat szeretnék megépíteni. A Pestis doktoros még oké, és a Negaton Smash Gloves is oké, és nem tudom még mik vannak itt, amik itt tényleg annyira jók lennének. Most sem működik a taunt, emberek. Ajaj, az itt most viszont már tényleg nagy probléma, hogy nem működik a taunt. Nem is tudom, hogy ez hogyan lehet. Minden más működik, csak a taunt nem. De hát a kattintás az meg működik, nem? Persze, hogy működik a kattintás, csak a játékon belül nem működik. Akkor lehet, hogy következőbe se fog menni. Hát akkor viszont biztos, hogy nem nyerek, tehát taunt nélkül szinte lehetetlen, hogy nyerek. Az a jó, hogy viszonylag itt ezzel a boxsal, meg rugással, meg ezekkel is így viszonylag be lehet adni ezeket a tüskés trükköket. Tehát most így megfogod, hát ezt mondjuk annyira nem, de egyet tudok, ami fixen működik. Jó. Ezt itt rúgjuk be, akkor arra kell rámenni, hogy minél hamarabb ki kell ütni mindenkit igazából. És hogy minket ne nagyon üssenek ki, mert nem tudunk tauntozni. Szóval, ja, elég nagy bajba vagyunk. Ez tényleg nem jó, nagyon nem jó. Ajaj, itt is így inkább játszok. Azt a rohadt, itt valaki közben itt valami nagyon komoly motorral vagy kocsival ment. Nem tudom melyiket, de persze még villámozzatok már, tehát nem működik a tauntom se. Nemhogy még itt villámozni, meg ilyesmi. Jó, oké, itt ez éppenséggel nem is kell annyira taunt, vagyis hát meg lehet oldani azzal is, de... Nem főképpen. Jó, oké, a TNT-ket várjuk meg. Oké, tök mindegy. Hogyha a harmadikban nem fog működni, az tényleg nagyon nagy probléma. Itt is vagyunk a döntőben, srácok, és akkor nézzük meg, hogy működik a taunt, és nem működik a rohadt taunt. Nem tudom, hogy ez hogy lehetséges, de ez hatalmas nagy probléma amúgy. Tehát ezt így ténylegesen, ha megnyerem, akkor az valami, nem tudom, nagyon nagy égi csoda. Ajaj, hát pedig úgy le tudtam volna lökni. Rohadjon meg. De tényleg, ki az, aki villámozik? Ez az Ensár, vagy a... Vagy ki? Ki? Melyik villámozik? Na most megnézem. Melyik villámozik? Na, gyerünk, mutasd meg magad. Aha, a kalapos. Második Józsefet ugorjuk át. Senkit sem érdekel egy kalapos király. És azt a rohadt. Na ez az igazi blokk. Most ő biztos nagyon ideges, de én is nagyon ideges lettem volna, hogyha kilök a hülye izéjével. Villámjával. Na, Rolex vajon visszajön? Rolex visszajön! Rohadjon meg, pedig leütöttem volna. Az a baj, ott már olyankor veszett fejszényele az elején kell, és akkor nincs semmi gáz. Itt én itt átugrok, jó kis izébe. Easy Riderbe.
Hát ez tényleg nagyon rossz lesz itt Town nélkül. Labdával kell sokat okoskodnom, az a lényeg, mert azzal sok mindent meg lehet oldani, amit Towntal is. Aj, nem lesz ez egyszerű. Igen, mondjuk itt nagyon menekülnöm kell igazából, csak az összes TNT-től itt nagyon hátul kell maradnom, és akkor nem érhet különösebb meglepetés, itt így meg menjünk nagyon előre, vagy nagyon elő, vagy nagyon hátul kell mennünk. Itt egy embert azt lelögtem, királyság, ott egy másik, az mondjuk még pont átugrik, az leesik magától. Na, az gyönyörű. Egyet így onnan kiszedünk, már csak egy maradt, nem kettő maradt. Én kérek elnézést. Őket oda hagyom is, hát ha szétszedik magukat ott TNT-kkel, itt pedig nagyon okosan kell mennünk. Még ketten vannak? Még ketten vannak. Oké, és hát tényleg vigyázni kell itt mindenre. Az nagyon elrepült a pali. Jó, hoppá. Áj, rohadjon meg, ő is viszonylag azért jól tolja. Megvárlak. Hopp. Rohadjál meg. Áh. És megcsinálják. Jó, bevárlak a kövibe is. Oké, és te beszívtad. Esetleg labdázhatsz még? Igen, valahogy én is így gondoltam. Akkor egy ember maradt? Nem, még mindig kettő, de hogy? Hogy jött vissza a másik? Az nem ott ugyanúgy leesett? Az valahogy megoldotta végül. Hát nem mindegy, ők tudják. Csak nem... Aj, az a baj, befogadni valami olyat, amivel nem tudok Town nélkül mit kezdeni. Ez konkrétan egy olyan, mint hogy próbálj meg Town nélkül játszani. Taunt nélküli kihívás a Stumble Guys-ba, vagy valami ilyesmire hajasz kb. Amit most csinálunk, és nagyon nem tetszik ez a kihívás, mert a Taunt a legalapvetőbb dolog a játékba. Főleg ilyenkor, még az a jó, hogy ugye labdával tudok itt mozogni, de ez hatalmas nagy problémákat jelent. Más esetben. Barátunk ott leesett. Itt pedig én csak... Jó, itt pedig nagyon szerencsés vagyok, igazából ennyi az egész. Aha, jó, oké, kijövök, királyság. Jó, oké, meg kell nyernem valahogy. Mindegy, Negaton Smash Gloves, vagy pedig a sárkányosat kell építenem. És ennyi. És azt a rohadt, hogy leblokkoltam a palit. Na jó van, srácok, hát akkor a Skeletal Dragon még meg kell építenünk a Minecraftba. És igazából ennyi, utána már készen vagyunk. Na jó, térjünk is át a Minecraftra. Itt is vagyok, srácok, ugye itt volt a mézes kalács, és akkor most a, nem tudom, Skeletal Dragont kéne megépíteni. Ez mindenképpen bone block kell, az szerintem alap. Személyhez esetleg egy ugyanilyen black terrakotta, meg valami, nem tudom, zöld ilyen effekt, és kb. Ennyi. Na várjátok, meg kéne nyitnom. Na szóval oké, meg is van így a referenciám, amiről tudom nézni. Az a lényeg, hogy így kezdődik valahogy a lába. Ugye három ilyen nagy cucli. Aztán akkor ezt össze kell építeni egy kisebbé, mondjuk egy ilyen hármassá. Aztán itt valahol arrébb, mit tudom én, mondjuk kezdődjön itt. Egy, kettő, három. Így, itt is így beadjuk. Aztán összezsúfoljuk így egy hármasra. Itt mehet a lába, legyen itt egy ilyen térde majd valahol. Ott az igazából annyi szerintem, hogy egy ilyen kihagyás legyen talán. Hát mondjuk jó, ne itt legyen a tér, de nyilván még, de mondjuk valahol itt. Itt ez már egész okés. Ezt kezdjük el a másiknál is megcsinálni, max majd később kiütjük. Először építsük meg ugyanilyen magasra, és akkor ide egy térd. Az a baj, hogy ugye itt számít az is, hogy hogy áll a csontblokk, szóval lehet egy kicsit hülyén fog kinézni, de távolról szerintem annyira nem látszik. Oké, és itt érjen össze. Hát ezt az egészet összekapcsolom. Így, és kell neki egy ilyen szép kis medence csont, amit nem tudom, hogy hogyan fogok őszintén megcsinálni. De megpróbálok. Valahogy az így megy. Itt így bemegy. Aztán... Haj, de ez nagyon szar lesz. Mindegy, valahogy meg kell oldani. Tarám. Így ide lefele. Így. És akkor... Így hozzá csatlakozik esetleg, ja. Tarám, ez így menő, szerintem. Akkor így ez legyen mondjuk a medencecsont, bár nagyon nem ekkora a medencecsont, de az most mindegy, senki nem tudja, maradjunk annyiba. Itt ezt kapcsoljuk össze szimplán itt a végét. Itt akkor elkezdhet menni így akár a gerince, ha már csak van neki, mert hogy ne lenne. Az a baj, hogy tényleg ilyen
nem tudom, csontokat, azokat nagyon nehéz építeni Minecraftban, mert hát most hogy ne lenne nehéz. Jó, oké, jöhet-e a borda, ez amúgy nem olyan bonyolult, ez tényleg igazából ennyi, ennyi kell hozzá. És akkor így borda, csak így valahogy a közepét ki kéne szedni, meg lehetne egy fokkal távolabbig, mondjuk így a medence csont széléig, tarám, és akkor itt középen ezt kiszedni. Az mennyivel lett megnövelve? 2-vel. Akkor ugyanez, csak így. És tényleg igazából ezt meg kell még csinálni felette párszor. Hát jó, ez lehet egy kicsit unalmasabb része lesz a videónak, de a végén az eredmény az király lesz talán. Szóval, ja, ha esetleg tényleg szeretnétek még hasonló Stumble Guys-os Minecraft-os videókat, így ami nem tudom, ilyen hibrid, akkor mindenképpen dobjátok egy lájkot, ugye 4000 lájk után jön a következő ilyen rész. Ez így hogy néz ki eddig? Hát elég csúf, főleg ott az a medence csont idegesít engem, mert nagyon nem így néz ki a skinen, de most nem tudok ezzel mit kezdeni. Nem vagyok se biológus, se művész, se semmi, maximum videóművész, de hát ezt nem hívnám így konkrét művészetnek, inkább szórakoztatásnak. Így, né. 3 darab, akkor az jöhet azért már előrébb ez a feje. Így, né. És akkor itt szépen lassan így épüljön fel, mondjuk így az arca. Ennek is ilyen jó nagy fej kell. Mekkora legyen mondjuk így magasságba. Ekkora simán. Akkor ezt elkezdjük csak rakosgatni, aztán tényleg srácok, ti is építhettek Minecraftba itt mindenfélét, ahogy volt ugye a skin tervezős videó is, abba is így beküldtettétek, így most ugyanúgy YouTube-ra rakhatjátok fel, ugyanúgy hashtag kis skinnel, hashtag kis skin ugye, kiírtam, ha minden igaz, valahova a képernyőre, hogyha vágás közben nézem, remélem észrevettem, hogy itt ezt meg kéne csinálni. Nem pedig csak átpörgetem, mert ugye általában suliba vágok, aztán ott egy csomószor így hozzám szól a tanár, aztán kizökkenek a ritmusban, hát ez így egyelőre nagyon hülyén néz ki, de mindegy, hát tényleg kellene neki egy ilyen farok is. Azt így igazából nem tudom, hát így itt van kb. Nem? Legyen így ez, tessék. Készen van, szárny, az így nem tudom, kinőhet. Így. Ez így menő. És akkor itt így nem tudom, csak megy. Aztán majd kap ilyen, nem tudom, plusz tüskéket. Így, és innentől meg csak el kell kezdeni amúgy így pakolni. Tarám, tarám. Csak hogy ugyanolyan magasra jöjjön. Szerintem most ez így királyság. És így néha lógjon belőle mondjuk egy-egy ilyen tüske. Azt mondjuk Endrooddal kéne megcsinálni, szerintem. Aha. Ez így menő. Ez így menő. Tarám, 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 tarám. És hát mindenhol igazából a szeme, az legyen ilyen jó nagy. Nem tudom, hogy mondjuk hogyan lehetne ennél nagyobbat, de akkor a szeme most nem nagyon fog világítani szegénynek. Vagy maradjon így, és akkor így tarám. És tarám. Ez így menő? Szerintem menő. Itt még a fejét azt le kéne zárni, ne legyen már ilyen nyitott koponyája, meg akkor legyen egy kis formája. Illetve kell neki egy ilyen kis szarv, mert van neki. Meg ott hátul, ott így kinő egy ilyen kettő ilyen kisebb tüsi. Egy ekkora, egy ilyen ekkora. Itt hátrafele, meg van ilyen kettő tényleg sokkal nagyobb. Azok így jöhetnek akár így, így, ni. És akkor nem tudom. Ez jól néz ki, bízzatok bennem. Jó lesz ez, semmi baj nincs vele. És megpróbálom ugyanúgy lemásolni, és így. Hát, kicsit hülyén néz ki, meg hát kezet se csináltam még szegénynek. Az nem valahonnan innen kéne, hogy kiinduljon. Mondjuk a kézzel nem kell sok mindent csinálni, itt legyen egy ilyen kis karma, és akkor ebből így lógjon ki, nem tudom. 5 darab új, és kb. Ennyit kell csinálni. Tarám. Voilà. Várjatok, az a baj, hogy itt már ez túl nagy a távolság, nem tudom, hogy mennyire mélyre kéne nekem ezt megcsinálnom. Hol kezdődik el? Tökéletes. Így itt oldalra 2, itt oldalra 2, a kis karmokat rárakjuk. És hát akkor legyen ilyen 2 magas karom. És hova kell neki? A kezére kell még egy kicsi ilyen zöld effektus. Ez az orbit, ez nagyon menő néz ki, kár, hogy nem tudok én ilyet építeni. Kell ide neki a hasába egy valami zöld, nem tudom, itt is világít, ahogy látom. A szarvának ez a vége is így világít.
meg a szárnyának minden egyes ilyen tüskéje is így világít, szóval valahogy szerintem így kellene megcsinálni. Így a fair. Így néz ki úgy, ahogy kell. És szerintem készen is vagyunk. Hát srácok, ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor mindenképpen dobjatok egy hatalmas egy lájkot, és iratkozzatok fel. Ez itt ugye a Skeletal Dragon, ez itt ugye a mézes kalás, az pedig ott Orbit. Hát jó, azért az nagyon durva. Na mindegy, tényleg köszi szépen, hogy megnéztétek, srácok. Isten áldjon mindannyiótokat, nagyon szeretlek benneteket, srácok. Tényleg ti vagytok a legjobbak. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Ámen, áldok mindenkit, srácok. Nagyon szeretlek benneteket. Puszikállak, sziasztok! In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.